Üdvözlünk a Vacsmocsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a 10 legszörnyűbb dolgot listázzuk, amit Harley Quinn valaha is tett. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban kizárólag Harley képregényes megjelenéseire koncentrálunk, és kizárjuk az összes csúnya dolgot, amit animációs sorozatokban, filmekben és videójátékokban művelt. 10. Arcon vágta Supergirlt a kalapácsával. Harley Quinn kedvenc fegyvere régóta egy karikatúraszerű túlméretezett kalapács. Nos, a DC Superman Batman első kötetének a 19. számában nagyon is szívesen használta a fegyverét a Supergirl-lel és Batgirl-lel folytatott harcában. A csatározásban legjobb barátnője Poison Ivy is részt vett, Harley pedig az egyik pillanatban szemérmetlenül arcon vágta Supergirlt, aki egyenesen átrepült egy üvegablakon. Bár ez szinte meg sem kottyant a hősnőnek, de azért mégiscsak. Viszont azt el kell ismernünk, hogy Harley tulajdonképpen csak egy egyszerű halandó, Supergirl pedig hát mégiscsak Supergirl, szóval ez eléggé bedesz volt. 9. Egy szörnyű robotot vezetett. Az egykori Arkham elmegyógyintézetben dolgozó zseniális pszichiáter Harley Quinzel nagy valószínűséggel már csak betegként lehetne az intézmény lakója, mint sem alkalmazottként. A Joker szeretőjeként többször is bebizonyította, hogy több mint egy bohóc jelmezes lány, szóval magától értetődő, hogy ő lenne az utolsó személy, akitől bárki magánéletbeli tanácsot szeretne kérni. Nos, a Harley Quinn 14. számában trükkös módon a Daily Planet tanácsadó rovatvezetőjeként kapott állást, és talán el tudjátok képzelni, hogy miféle tanácsokat osztogatott. Aljas tettjei panteonjában ez talán nem tűnik különösebben gonosznak, de határozottan veszélyes volt. 8. A katapult. Harley Quinn számára nem ismeretlen a mindenféle veszélyes és szokatlan helyzet, hiszen került már jó párba és mindig megtalálta a módját, hogy kiszabaduljon belőlük. Azonban ezek legtöbbje, nos hát nem feltétlen veszélytelenek. Vegyük például azt, amikor egyik sebesült szövetségesét a lehető leghamarabb biztonságba kellett helyeznie. Bármely józan ember ilyenkor mentőt hív, de nem Harley Quinn. Ő inkább berakta az embert egy saját készítésű tetőtéri katapultba és a segítség irányába kilőtte. Lehet, hogy ez nem hangzik normális dolognak, mert hát nem is az. 7. Megmérgezte Sárgarépa kapitányt. Ahol Harley Quinn felbukkan, ott a dolgok egy kicsit furcsává válnak. Történt ugyanis, hogy Harley szembe került a különös szuperhőssel, Sárgarépa kapitánnyal. A két karakter együtt zuhant le egy vidám parkba, és miután többszörösen és kölcsönösen ellátták egymás baját, úgy tűnt, hogy sikerül félretenniük a nézeteltéréseiket, és megbékélnek egymással. Azonban nem került volna fel ez a pont a listára, ha happy end lett volna a történet vége, ugyanis Quinn egy mérgezett sárgarépát csúsztatott át a bolyhos hősnek. Mikor már azt hinnénk, hogy felszínre tört a jó oldala, mindig meghúzza a váratlant. 6. Joker levágott arcát Deadshotra tette. Az ok, amiért ez felkerült a listára, eléggé magától értetődő. A Suicide Squad 4. kötetének 7. számában a banda feladata, hogy beszivárogjon egy rendőrösre és megállítsák Harley Quinnt. Ebben a felállásban Harley nem az osztag tagja. Harley gyorsan leteríti Savantot, majd figyelmét Deadshotra fordítja, akit egy székhez kötöz, és Joker ténylegesen eltávolított arcát rá is helyezi. Harley ezután úgy kezd beszélni Deadshottal, mintha ő lenne a bűnözés bohóc hercege, aki pedig belemegy a játékba és várja a megfelelő pillanatot, hogy az őrült nő fölé tudjon kerekedni. Ez egy nagyon beteg és nagyon tébolyodott húzás volt. 5. Gyerekekből katonákat csinált. Elrabolt gyerekekből gyilkosokat csinálni soha nem jó dolog. A New Suicide Squad 12. számában Harley és rossz fiú csapata felelősek egy olyan terrorszervezet leveréséért, amely csak futólag, de eléggé hasonlít az ISIS-hoz. A csoport gyerekeket rabolt el a régió minden részéből azzal a céllal, hogy gyerekkatonákká változtassák őket. Harley a megrémült gyerekekkel együtt börtönbe kerül, de végül arra használja őket, hogy segítsenek neki megszökni. Ezáltal a gyerekek mindenféle túlzott erőszakban vesznek részt, és gyakorlatilag olyan gyerekkatonákká változnak, akiket a terroristák eredetileg is le akartak gyártani. Jó cselekedet, rossz végkifejlettel. 4. Duella Dent és a szembejövő forgalom. Duella Dent, azaz a Joker lánya, jómódú családban nőtt fel, de végül kidobták szadista bohóckodásai miatt. Végül megtalálta Joker levágott arcát egy csatornában, és hordani kezdte, hogy félelmet és uralmat gyakoroljon ellenségei felett. Természetesen ez eléggé felbőszítette Harley Quinnt, szóval nem is hagyta annyiban a dolgot. Amikor szembe kerültek, Duellának valahogy bejött, ahogy folyamatosan sértegette Harleyt. A harc azonban azzal végződött, hogy Harley a szembejövő forgalom elé dobta ellenfelét, megerősítve ezzel a helyét a képregényekben, mint a legkíméletlenebb női harcos. 3. Az ezer mosoly halála.
Mindenki tudja, hogy Batman ős ellensége Joker, de a The Batman Adventures Mad Love című klasszikus képregényben Harley Quinn megpróbálja végleg jégre tenni a sötét lovagot. Zavarja őt, hogy Batman folyamatosan akadályozza a kapcsolatát Jokerrel, ez pedig hihetetlen nevetésre készteti Batmant. Több sem kell Harleynak, aki emiatt egy 1000 piranyával teli tartály fölé lógatja a hőst. Fejjel lefelé nézve a piranyák elkapcsa olyan, mintha mosolyognának, így ezt Harley az 1000 mosoly halálának nevezi. Ez egy eléggé hátborzongató gyilkossági kísérlet, amit végül nem más hiúsít meg, mint maga a Joker, aki egészen máshogy szeretné megölni az ős ellenségét. Második, elrabolt egy családot. Talán egyik képregény szereplő sem mozog annyira a jó és a rossz közötti határvonalon, mint Harley Quinn. De a Harley Quinn negyedik számában teljesen eluralkodik felette a gonosz énje. A történet szerint elrabolja egyik volt Arkham-i betegének a családját, miután megtudja, hogy a család évekig rosszul bánt vele. Az egész egy nagy félreértésbe torkollik, mivel a páciens rosszul emlékezett a saját múltjára az Alzheimer betegségének köszönhetően. De azért ez még így is elég sötét pillanat volt, még Harley Quinn mércéjével is. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, rengeteg gyereket öl meg. A Detective Comics második kötetének 23. számában Harley már nem tagja az öngyilkos osztagnak, és éppen azon töpreng, hogy vissza kellene térnie régi életéhez Dr. Harley Quinzel pszichológusként. Ám végül úgy dönt, hogy egyszer és mindenkorra inkább végeznie kell a régi önmagával. Az a terve, hogy beépített robbanó szerkezettel ellátott videójátékokat oszt ki Gotham gyermekeinek. Ezután keresett egy magas helyet, ahonnan belátta az egész várost, aztán felrobbantotta a bombákat, miközben irdatlan mennyiségű gyereket ölt ezzel. Meg. Harleynak egy dologban tényleg igaza volt. Egy ilyen gonosz tett elkövetése után már nem térhet vissza a helyes útra. Ti kedvelitek Harley Quinn-t? Melyik lenne az a történet, amit ti szívesen megnéznétek a moziban is? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!